A napokban a falunk szélén található hulladékgyűjtő udvarban a két éve gyűjtött lakossági építkezési hulladékot zúzta be az Érsekújvári Prospekt vállalat két dolgozója egy nagy teljesítményű zúzógéppel. Két éve, április 6-ától van engedélyünk a építkezési hulladéknek a begyűjtésére. Természetesen nem nagyüzemi lakossági hulladékról van szó, de az is tükrözi, hogy a két év alatt körülbelül satszolással 1500 köbméterre satszolta a szakember, hogy körülbelül 1500 köbméternyi építkezési hulladék gyűlt össze. Most értünk oda, hogy nekifogtunk a feldolgozásnak. Ja, tudni kell, hogy az építkezési hulladék az, mint építkezési hulladék szemétnek számít, ami nem is egy egyszerű kezelést igényel, tárolása igényes, sokba kerül a átrakása a telepnek, és így, ha feldolgozzuk, hogy ledaráljuk, ami most folyik először, ezt mondjam azt, hogy ez a fő próba a hulladékra, és meg vagyok elégedve, elég gyorsan megy ez a feldolgozás, sokkal jobban féltem tőle. Már tovább nem tudjuk húzni, most adtunk be egy pályázatot, egy kisebb teljesítmény, természetesen nem ilyen nagy teljesítményű darálóra, ami folyamatosan tudnánk, de ez nem csak, mint látjuk, ehhez kellene többféle mechanizmus, amivel mozgatni tudjuk, terelni tudjuk. Így eddig a településünknek elég nagy gondot jelentett ennek a tárolása, a folyamatos kezelése, egybetartása, mert mint most itt példa, hogy most hordják ki ezt a építkezési törmeléket, ezt láthatjuk, hogy ez egy elég nagy területen szétszóródott, mert az autók, ha hordják, akkor csak leszóra egy rakásra, utána össze kell túrni, tárolni. Ez van a végső cél, hogyha megjön, és jövő héten fogjuk a saját gépünkkel és ledaráljuk. Ez van a teljes finalizáció. Itt már egy nagy haladás történt ezzel, hogy így tudjuk, ez már értékesíthető hulladék, saját részünkre is útalapok meg a készítésére. A első utcát már meg elkészítettük belőle most a héten. A Főszegről egy kis oldal utca, amit ennek a kijavítását terbe vettük, és meg is ígértük ott lakóknak, hogy 18 végéig megoldjuk, ami már szintén sok-sok évet váratott meg arra. És most vagyunk ott, hogy van olyan hulladékunk, amivel meg tudjuk oldani, mert mint tudjuk ezt, ha makadamba vesszük, a költségvetésünk nagyon megterhelve volna. És így a másik, aminek elérjük a célt ezzel, hogy ezt értékesíthető, hasznosítható anyagot kapunk belőle a hulladékból. Ez már igazi recikláció. És ha ezt sikerül még azzal megtetézni, hogy saját gépeket sikerül beszereznünk, az lenne igazi a végtermékeknek elkészítése. Hulladékot termelünk, ez tény, nem is keveset. A szlovák jogrend úgy határozza meg a hulladékot, mint olyan ingótárgyat vagy anyagot, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles a jelen törvénnyel vagy külön jogszabállyal összhangban. A hulladékok nagy részének olyan veszélyes tulajdonságai vannak, amelyek a környezet károsításán kívül veszélyeztetik az emberek egészségét, ezért fontos a hulladék képződés megelőzése, illetve leghatékonyabb és leginkább megfelelő újrahasznosítása. Az önkormányzat éppen ezért pályázta meg a hulladékgazdálkodás fejlesztését, hogy a hulladékgazdálkodás prioritásainak megfelelően az összegyűjtött hulladékot újrahasznosítsa vagy ártalmatlanítsa. Két éve várunk a nyertes pályázatunk kivitelezésére, amely 250.664 eurót biztosítana a megfelelő fejlesztéshez. Ennek az udvarnak megnyertünk lassan két éve egy pályázatot, ami többszörös elbíráláson ment keresztül. Már itt van, meg volt a versenyeztetés, meg vannak nyerve a gépek, itt értem a traktor, a rakó, a zöld hulladékra és a fa darálásra dolgok, amik a pályázatnak a tárgya, amiért tényleg minden nap azt várjuk, hogy mikor ér ide, mert annyira szükségünk volna rá, mint egy falat kenyérre, de nem tehetünk róla, hogy az agentúra, aki ezt kezeli, azt egy kicsit komplikáltabbá teszi. A polgármester örömmel konstatálta, hogy a szőgyéniek egyre többen részesítik előnyben a hulladékgyűjtő udvart, ami azért is örvendetes hír, mert a falunkat körül ölelő festői környezetet így egyre tisztábban tudjuk tartani.
Most már mondhatom, hogy nagyon jó áramba kihordják ide a hulladékot. A hulladék udvar működik reggeltől estélig, sőt, szombati nyitvatartást is tettünk bele, és továbbra is kérnék mindenkit, mivel most itt is látja, hogy ezzel a hulladékkal törődve van, kezelve van, be van biztosítva a hulladékvasnak, a papírnak, a műanyagnak, az üvegnek, mindennek az elszállítása, a gumigyűjtőhely lettünk továbbra is, megvan oldva, ami tényleg 15-20 éves gond volt, amit nem tudtunk megoldani, most már sikerült megoldást találnunk, és továbbra is fogjuk ugyanúgy a gumit, és bővítjük, amennyire lehet. Engedélyünk 8 féle hulladék begyűjtésére van, ezen belül még tovább tagolva a biológiai hulladékot 3-4 frakcióba szedjük, tehát a ágakot, a füvet külön, a lombokot külön, és ennek a földolgozására várunk azokra a gépekre, ami a projektnek a része, a daraló, a fára, a konténerek, a konténerhordozó, amivel a szemét begyűjtését, és ott a lényeg, hogyha ez az egész gépsor megvan, hogy azonnal nem csak, hogy behordjuk a telepre, hanem fel is tudjuk dolgozni, és hasznosítható terméket készítünk ezekből a dolgokból. Tehát még egyszer kérem a lakosságot, hogy működjön együtt az önkormányzattal, ez mindenkinek segít, ez a világ problémája, nem csak a miénk, a szemét, és egyre jobban oda kell figyelnünk, a másik még tudnunk kell, hogy a szemét elhelyezési díjak nagyon-nagyon rohamosan emelkednek, és mindig azon költeni, hogy minél több szelektál hulladékot tudjunk értékesíteni, mert ezek a értékesítők, ha csak filléreket is kapunk érte, de nem kell fizetnünk a szemét elhelyezésért, nem kell fizetnünk az elhordásért, úgyhogy ez egy nagyon nagyba hozzájárul a település gazdálkodásához, és természetesen az életminőségnek a javításához. Községünk további nyertes pályázatról is be tud számolni, amely 82 000 euró magasságában biztosítja, reméljük a közeljövőben, a biológiai hulladék komposztálását.